Sziasztok, a Pluhálacők a pizzás pajtásotok, és egy különleges lisztet kaptam Svédországból, ami így néz ki. Ez egy bio búza liszt, ökológiai termesztésből, adalékanyagmentes, és ami nagyon érdekes, hogy 15%-a a proteinje, nagyon magas fehérje tartalma van, úgyhogy nekem megmozgatta a fantáziámat. Mindig egy kicsit kihívásnak élem meg, hogy egy ilyen lisztekkel hogy lehet dolgozni. Így, hogy is benne adalék, meg azt írják, hogy könnyű a gyomornak, mert hogy valahogy a glutén szintje alacsony, vagy valami ilyesmi, ami nem feltétlenül jó egyébként a pizzázáshoz, szerintem. De majd aki hozzáért, az már úgyis kijavít. Most én a Lacit megkérdeztem, az Amu Lacit, hogy hogyan kell eszem, ő azt mondta, hogy max 24 óra hűtő, hát ehhez képest én a magas fehérje miatt 48 órára raktam be. Hát meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, hogyha szakad. Mert ő azt mondta, hogy valószínűleg 48-szeres hűtés után lehet, hogy könnyebben fog szakadni. Na megnézzük, hogy mit tudunk csinálni. Óvatosan megpróbálunk sütögetni. És hogy mit csinálunk. Így néz ki, egyébként nagyon szépek a bucik. Úgyhogy nagyon gusztán. Tehát maga az érés, kelés az biztos, hogy megvalósult. És most megnézzük, hogy sikerül belőle nyújtani. Elég lágynak tűnik egyébként, úgyhogy egy jó kis kézügyesség kell hozzá. Na. Tényleg egy nagyon lágy kis könnyű tészta. Na. Meglátjuk, hogy hogyan csinálunk. Csinálunk egy ilyen kis kanottó sztájt. Egy ilyen kis magasabb gornicsónével, vagy gallérral, nem nyújtunk rajta nagyot. Így. Hát extra lágy a tészta, gyerekek. Hát ott látom, mintha középen már egy picikét necces lenne, nézd csak. Úgyhogy óvatosan kell majd bánjunk vele. Úgyhogy lehet, hogy én ezt még át is húzom már így ide. És itt fogom majd feltétezni, hogy többet ne rángassuk már a tésztát. Így. Na. Csinálunk egy jó kis margaritát. És megnézzük, hogy az adalékanyagmentes, biobúza, ökológiai termesztésből készült. Ugye svéd búza. És nagyon büszkék arra, hogy nagyon komoly bio termesztést folytatnak, meg hát azt elég szigorúan is veszik, úgyhogy ha ők azt mondják, hogy ez bio, akkor biztos így is van. Mindenféle kételkedés nélkül, még egy kis bazsalikomot pattintunk rá. Nincs. Úgyhogy és bedobjuk a sütőbe, és meglátjuk, hogy sikerül a kis kanottó sztájlunk. Engedj pici olajat, meg itt pattintunk. És dobjuk be. Na, felakjuk 1 perc 5-re most. Na. És benne is vagyunk az F1-ba, gyerekek, a P134HA509-be. Egyébként készülök majd ebben a sütővel csinálni egy ilyen bemutató videót. És még az is lehet, hogy az egyik cimborám, aki megvette ebből nem a HA verziót, csak a sima A verziót, az is elhozza az őt, és egyszerre két F1-val fogunk sütni, az alacsonyabbal, meg a magasabbal. Nagyon szépen jön föl a hornicsóna, nem, Zsoltikám? Nagyon szép, igen. Na, úgyhogy, hát most meg fog látni, amikor majd kinyitjuk, fölvesszük, hogy milyen. Vegyed csak, hogy sül. Na, hát beállítottam a stopperc 1 perc 5-re, nem indítottam el. Szerintem lassan jó lesz egyébként. Nézd csak be, kukancsuk be. Szerintem lassan jó, nem? Igen. Na nézzük meg, kapjuk ki. A svéd biobúzát. Szerintem jó egy gyerekek, nézzetek csak. Hát ez bajnok.
Nagyobb lett. Kicsit oldalra is nézzük meg innen. Hagyjuk egy kicsit hűlni. Addig gyorsan kisütök még egyet, mit szóltok hozzá, mert belendültem. Amíg a Zsolt itt van, szívom az érét. Mondtam, hogy egy pár percet legyen itt velem. Fű, nagyon finom a tészta, gyerekek. Nem könnyű vele dolgozni. Tehát én azt mondom, hogy kihívás. Egyébként az olaszok szerintem például a Caputo, ugye náluk ez az őrlés-keverés technológiát maxolták ki szerintem. Eleve az olaszok ugye sok mindenben kivételesen jók. Szerintem a pizza liszt készítésben szerintem meg világ elsők. És hát igyekezni lehet, meg gyakorolni lehet. Biztos, hogy egyébként ezekben vannak adalékanyag is. Én nem tudom elképzelni egyébként, hogy ne lenne. Amiatt is van ilyen jó tulajdonságai az olasz liszteknek. Na. Hát ezt megint kihúzom inkább. Mert annyira lágy, könnyű a tészta, hogy attól fosintózok, gyerekek, hogy kiszakít a közepe. Mert tényleg nagyon lágy. Tehát észni kell lenni nagyon, amikor húzogatod, rángatod. Szóval, ha ilyen liszthez jutsz, egyébként szerintem ezek a bioökológiailag csak tisztán egy búzából készülő lisztek mindig nagy kihívás egyébként ebből szép pizzát sütni. Mert nem olyanok a tulajdonságai, mint ami arra van kitalálva, hogy pizzát készíts belőle. Legalábbis nekem ez a véleményem erről. Úgyhogy nehezen már tükközünk egy kicsit. Rakunk rá ezt-azt. És sütjük ki. Na. És bepattintjuk. Egyébként meg képzeljétek el, hogy ezt a videót hamarabb fogjátok látni, de készül a gyermei pizzalisztes videóm. Úgyhogy lehet, hogy következő nap azt már látni is fogjátok, hogy mit sikerült a gyermei pizzás 0-0-as lisztből pattintanom. Maradtam be a hűtőbe, hogy abból holnap lesz sütés, és meglátjuk, hogy mit tudunk vele készíteni. Na jó, van, rakjuk be. Azaz. Na most nézzük a stoppert is. És meglátjuk, hogy mit sütünk másodszorra. Na, alakul az abron, Zsuzsókám. Alakul? Igen, gyönyörűen jön föl. Jó, de szép lesz. Talán ez még jobban sikerül majd, mint a másik. Egyébként meg képzeljétek, ebbe az Efe Uno-ba 3 hónap után kiégett az a ledes ízó, amiben 25 wattos volt, és vettem bele egy 45 wattosat, aminek így utólag örülök, hogy kiégett, mert itt sokkal jobban látom, hogy mi a helyzet a pizzával. Jobban tudom, hogy mikor kell esetleg kivenni. Most valószínűleg ez az 1 perc, 5 másodperc is túl much lesz, mert én most benyúlok és kiveszem, és még van 5 másodpercünk, mert szerintem kész van. Úgyhogy ez a tészta, ez annyira lágy, könnyű, gyerekek, hogy ennek 1 perc is elég. Na milyen lett? Giszte gusta? Szép. Na még egy kicsit pattintunk rá egy kis díszítést. Jó. Alját még mutatod, Laci bácsi. Megnézzük az alját is, még egy kis díszítést még rakunk rá. Így. Meg rakunk rá egy kis vasalikomlevelet is. Így. Megjön az alja, nézzétek csak. Így. Hagyom egy kicsit hűlni, fölvágjuk, és akkor még megkóstoljuk, és akkor azt megnézitek. Na gyerekek, arra gondoltam, hogy megkóstoljuk ezt a biológiailag készített bio, csak egy búzából, svéd búzából, magas fehérje tartalmú liszttel készült pizzát. Ilyen az alja, szerintem patika. Na nézzük meg, hogy milyen a...
kottúrája. Egyébként vizuálisan jó élmény nyújt, abszolút. Szerintem szép egyébként. Érdekes módon egy picikét nekem így hamarabb összeesett, mint amire így számítottam. Nem annyira feszes, ropogós. Nagyon könnyű a tésztája, ez biztos, hogy baromi könnyen emészthető egyébként. Talán egy kicsit egy... Úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen... Nem azt mondom, hogy gumis, de nem annyira könnyen rágható a tésztája. Finom, jó, könnyű. Bármikor megmondanám, hogy ez nem olasz őrlés, keverék. Szóval megvannak minden egyes egynemű, szerintem búzának az előnyei, hátrányai. Nyilván a keverékek adalékot azért találták ki az olaszok így évtizedek alatt, hogy a legideálisabb tulajdonságait hozza, tehát egy Nuvola Supertől, ami nálam most a Szent Grál kategória, nagyon messze van. De bio, könnyű, könnyen emészthető, egy kalandnak tök jó volt. Úgyhogy ilyen gyerekek a mi a neve? Öland Svetemjöl, 2 kilós bio búzaliszt. Sziasztok!